Október végén ismét a fiataloké lesz a főszerep Fehérváron. Október 18-án idén immár második alkalommal várják a városban tanuló hallgatókat felsőoktatási Gólyabába, a Magyar Király Hotelbe. A program a klasszikus báli hagyományok szerint épül fel, a nyitótáncot követően a zenekaroké lesz a főszerep, de az este folyamán bál királyt és királynőt is választanak majd. A Laguna tánccsoport fogja a báli tánccal megnyitni az estét, utána a Fantomas Band, ők lesznek az előzenekar, ők fognak következni, és utána pedig az Intim Torna Illegál lesz. Az estén még bál király és bál királynő választás is lesz, egyénenként lehet regisztrálni, és akkor akik ott vannak, gólyák, elsőéves tanhallgatók, ők pedig szavazhatnak rájuk. Este még DJ is lesz, Pixa fogja szolgáltatni majd az esti zenét, valamint lesz Green Box, sarok, ott kettő háttérképpel készültünk, és akkor oda beállhatnak a diákok, egymással, ketten, külön, egyedül is, és akkor megörökíthetik ezt az élményt. Lesz egy külön sarkunk is, ahol esketés lesz. Ez arról szól, hogy bemehetnek oda párok, akik esetleg megismerkedtek, vagy már ismerik egymást, és akkor egy ilyen áll összeadás lesz, és igazániból ott gyűrűt is kapnak, és akkor így boldogan kijöhetnek. Az elsődleges tapasztalatok alapján, ugye tavaly évre visszagondolva, milyen érdemes a fiataloknak elmenni ebbe a Gólyabárba, vagy miért lehetne ajánlani ezt a Gólyabárt? Véleményem szerint ez egy ilyen kezdőlöketet ad. Igazániból több bulit szerveznek saját maguknak is, de ez egy olyan kezdeményezés, ami, hogy többen ott vannak egy helyen, ráadásul nem csak egy egyetemről, hanem ugye három felsőoktatási intézményből. Ez szerintem egy kicsit így összekovácsoló jellegű is, hogy Fehérváron itt vagyunk, annyira sok diák egyébként nincsen, mint mondjuk például Pesten vagy Debrecenben, de ugye fejlődik a város, és szerintem ez egy kezdeményezés, egy hagyomány lehetne, hogy együtt csinálják meg ezt a felsőoktatási gólyabálat, és akkor ezzel egy kicsit összeszokottabbá válik az egész. De nem a Gólyabál lesz az egyetlen fiataloknak szóló városi rendezvény októberben. 27-én az IFI Festre várják a középiskolás diákokat, az őszi szünet utolsó tanítási napjának estéjén. A rendezvénynek a Petőfi Kultúrtanszék ad otthont. Itt versengenek majd a városi középiskolai zenekarok az aranydobverő díjért. Az első díj egyrészt az aranydobverő díj, a másod, és emellett az, hogy a 2018-as Fezen Fesztiválon is felléphetnek. Egészen október 20-áig tehetik meg ezt a jelentkezést. Ami kritériumok vannak, kikötések, az az, hogy fehérvári suli zenekarnak kell lennie, minimum 50%-nak, 60%-nak középiskolásnak kell lennie az iskolai zenekarból, és székesfehérváriak legyenek. A második része a rendezvénynek maga az IFI Fest, hiszen az aranydobverő díj köré és az iskolai zenekarok fellépése köré felépítettünk egy olyan rendezvényt, ahova a középiskolásokat várjuk, hogy ezt a jó kis helyet, itt a Petőfi Kultúrtanszéket kicsit belakják és magukévá tegyék. Amíg a zsűri elvonul majd döntésre, addig Felméri Péter fogja őket szórakoztatni egy stand-up produkcióval, utána a Lóci játszik zenekar fog fellépni a színpadon, ezt követően pedig DJ Embryo fogja szórakoztatni a közönséget, úgyhogy buzdítok minden középiskolást, jöjjön és tartson velünk. Miért érdemes jelentkezni, és körülbelül hányan lehetnek most ők a középiskolai zenekarok Fehérváron, vagy van ilyen? Amiből leginkább tudunk mérni, az a Fehér megyei diáknapok, hiszen ez lezajlott idén áprilisban, nagyon sok jelentkező volt, nagyon sok kimagasló tehetség volt középiskolai zenekarok tekintetében. Úgyhogy azt hiszem, van merítési lehetőség. Nagyon sok zeneszerető és zenét értő fiatal van itt Székesfehérváron, és tényleg itt lehetőség van arra, hogy egy olyan zsűri előtt, aki Mics Gergőből, Zsigmond Lalából és a Fehérvári Diáktanács egyik elnökéből fog állni, tehát a diáktanács képviselőjéből, hogy megmutassák magukat, és jó visszajelzéseket kaphassanak, hogy hogyan fejlődjenek, mi az, ami jó, és mi az, amit változtatniuk kell esetleg. Miért gondolta fontosnak a város, hogy hát úgymond felülről szervezzen nekik szórakozási lehetőségeket? Azt gondolom, hogy nagyon fontos célunk, hogy a fehérvári fiatalok is úgy érezzék, hogy a számukra is egy élhető város, és azt gondolom, hogy a tanulás mellett nagyon fontos, hogy a szabadidőt is hasznosan és jó programok mentén tudják eltölteni. Ezért is döntöttünk úgy, hogy a tehetséggondozó programokat, amely már korábban régóta működik, akár a Fehérvári versenynap, akár a Fehérvár hangja, kiegészítjük, hiszen nagyon sok tehetséges középiskolai sulizenekar működik a városban, és nekik is szeretnénk adni egy lehetőséget a megmérettetésre. Ezért találtuk ki az aranydobverő díjat, és most már negyedik alkalommal szervezzük meg ezt a
programot. Itt a Petőfi Kultúrtanszéken egy IFI Fest keretében, ahol még nagyon sok minden más programmal, szórakozással, lehetőséggel várjuk a fiatalokat majd október 27-én. A másik pedig, hogy nyilván nagyon-nagyon fontos a város számára a felsőoktatásnak a megerősítése, és ehhez hozzátartozik, hogy az egyetemek infrastruktúrája mellett szeretnénk olyan programokat is támogatni, amelyek a közösséget építik, és azt egymáshoz közelebb hozzák a fiatalokat. Erre kiváló lehetőség a Városi Gólyában, amelyet most már második alkalommal szervezünk meg október 18-án szerdán. Este várjuk a jelenleg Fehérváron tanuló egyetemistákat, hogy egy közösen szórakozzanak, és jobban megismerjék egymást. Ezt második alkalommal rendezzük meg, a tavalyi első nagyon jól sikerült, bízom benne, hogy az idén is hasonlóan. Nagyon egy kicsit a hallgatóknál, mennyire aktívak ők, most már talán látszik itt a Petőfi Kultúrtanszék esetében is, hogy mennyire lehet őket becsábítani a városba, úgy tetszik, vagy nem csak kollégiumi melegvízfogyasztóként vannak itt. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség a város életében, a Petőfi Kultúrtanszék ugye lassan egy hónapja megnyitott. Én azt gondolom, hogy egyre inkább szokják meg a fiatalok, hogy van ez a lehetőség, hiszen amellett, hogy zenés-táncos mulatságok is vannak ezen a szórakozó helyen, nagyon sok olyan kulturális és az egyetemhez kapcsolódó programmal várjuk őket, amelyel azt gondolom, hogy ők gazdagodhatnak, hiszen a három szinten különböző lehetőségeik vannak programok szervezésére. Nagyon erős, most már egyre jobb a kapcsolatunk a Hallgatói Tanáccsal, a Diák Tanács mintájára hoztuk létre, segítettük a Hallgatói Tanács megalakulását, és nagyon sok közös ötlet és gondolat van, és azt gondolom, hogy fontos, hogy közösen szólítsuk meg a fiatalokat. Azt gondolom, hogy a munka közepén járunk sok eredménnyel, de természetesen mindig van mit tenni, és közösen dolgozunk ezért. Az IFI Festen Felméri Péter és a Lóci Játszik zenekar is fellép majd. A jelentkezési határidőkről és további tudnivalókról mindenki részletes információkat talál a Fehérvári Programszervező Kft. Honlapján.